Az idei Wroclawi Európa-bajnokságon olyan történt, amire 35 éve nem volt példa. A junior fiúcsapatunk EB érmet nyert a gyors tüzelő pisztolyosok között. Takács Károly ebben a számban lett kétszeres olimpiai bajnok. De talán nem árt tisztázni, hogy miről is szól ez. Ez egy 25 méterre történő nagyon régi katonai szám, tehát még ez ugye, még ugye a két világháború között is volt már így a katonatiszteknek, mint a vívás, és ez volt egy ilyen lövészet része. Lényeg, hogy 5 darab tábla van 25 méteren, és élével állnak, és akkor bizonyos idő belül befordulnak a táblák, és adott időcsögöt mindez 5-öt meg kell lőni. Tehát régen még csak meg kellett lőni, most már 10-est kell lőni. Tehát most már körök vannak rajta, tehát számszakilag kell eltalálni. Ami a nehézsége az, hogy ez úgy néz ki, hogy ez az 1-5-ös csoport, ez befordul 8, 6, illetve 4 másodperc az 5 tábla. Tehát gyakorlatilag 45 fokból kell a versenyzőnek indulni, tehát a kéztartás az 45 fok, nem, 45 fok, onnan kell, ahogy befordul a tábla, elkezdeni. Most már nem fordul a tábla, már elektromos van, már szívuszok vannak, tehát most már nem fordul a tábla, tehát csak fényváltás történik, nem fordul a tábla, régen. Még az én klasszikus még fordul a tábla, ezt szoktam még a gyerekeknek is mondani, tehát befordul a tábla, illetve kigyullad a fény, és akkor az alatt a 8, 6, illetve 4 másodperc alatt kell 5 lövést leadni, és ez jelen állás szerint egy 10 centis 10-es. Wroclawban a Rédecsi Máté, Nagy Ákos, Lacik Dávid trió szerzett bronzérmet ebben a számban. Alapversenyben már éreztük, hogy egész jó eséllyel indulunk. Viszonylag kevés csapat is volt, azt hiszem 5-en voltunk csapatban, és az első kvalifikációban nagyon jól lőttünk mind a hárman, ott már éreztük, hogy éremesélyesek leszünk. A második rész az kicsit döcögősebb volt, ahol a döntőbe jutásra lőttünk, de összejött a bronzmérkőzés, és azt egy jó hosszú csata után megnyertük. A lengyelek elleni bronzcsata 16-14-es végeredménnyel zárult. Fú, hát nagyon izgalmas volt, mert az elején nagyon nem jött ki egyikünknek se a lépés. Ott a lengyelek nagyon-nagyon elhúztak, azt hiszem 5 ponttal is vezettek az elején, és akkor utána egy időkérést kértünk, az nagyon jó időbe jött, utána mindenki belelendült a dologba, és folyton hoztuk a pontokat, és a végén 14-14-kor mi mellettünk volt a szerencse, hogy az utolsó 2 pont az a mi javunkra álljon. Remélhetőleg ez nem csak egy kiugró eredmény volt a fiúktól. Én az olimpiát azt még messzebbre tartogatom, azért az még nem nincs itt a közelbe szerintem, de én nagyon bizakodó vagyok a jövővel kapcsolatban, mert szerintem egy egész jó úton haladunk.